Illésnék Véder Margittal, az önkéntes szemétszedés szervezőjével beszélgettünk a Kismányoki Művelődési Ház előtt, ahol az esemény gyülekezési pontja volt. A földnapja alkalmából 20-an vállaltak feladatot a lakóhelyük környezetének szépítéséért. 2011 óta van a TESZED akció, és mi, ha jól emlékszem, pár évre rá regisztráltunk, azóta is ott vagyunk, és figyeljük. Több alkalommal vettünk részt ezen az eseményen. Első alkalommal, ha jól emlékszem, akkor még a faluban jártunk körbe, a temető környéke, az árkokat tisztítottuk. Következő években a kiserdőnek nevezett, a Táncsics utca végén lévő kiserdőt szabadítottuk meg néhány zsák szeméttől, de jelenleg már az önkormányzat olyan szépen rendben tart és gondoskodik mindenről, hogy itt bent nekünk feladatunk már nem lesz. Ezért úgy gondoltuk, hogy a Völgységpatakot fogjuk megtisztítani. A létszámtól függően fogunk elindulni, ha sikerül, akkor egy csapat Mányok felé, egy csapat Hidas felé. Ígéretünk van kis traktorral, szállításra is, úgyhogy bízunk benne, hogy eredményesek leszünk. Helyzet az, és látjuk is, hogy szemetelők mindig vannak. De nagyon örülnénk neki, hogyha csak egy sétát tennénk, és nem találnánk semmit. Általában a gyerekek, akik anyukákkal szívesen jönnek, és most talán az idő is a pártunkra áll, nem fog esni az eső, és este 7 óráig még virágosban meg tudjuk ezt oldani. A legutolsó alkalommal 2019-ben gyűjtöttünk, és akkor a falu elején hagytunk, ha jól emlékszem, 10-12 zsákkal, és akkor még olyan szemetet vagy hulladékot is szedtünk, ami most már nem gyűjthető, hanem hogyha esetleg találunk illegális szemétlerakó helyet, akkor azt meg majd jeleznünk kell. A depónál találkoztak a begyűjtött zsákokkal az önkéntes szemétszedők. Jó érzés volt látni a kicsik munkáját. Ők már nem fognak szemetelni, és jó hatással lesznek saját korosztályukra, majdan gyermekeikre. Ezért már mindenképp megérte,